Sziasztok! Köszönöm szépen a kérdéseiteket, hogy abba hagytam a videózást, miért nincsenek videók és az érdeklődéseteket ezzel kapcsolatban. Nem hagytam abba a videózást, csak egy kicsit lebetegedtem. Még mindig egy kicsit benne vagyok, de úgy gondoltam, hogy most leülök és készítek nektek egy eléggé random videót, ami egészen pontosan a kutyatartásról szólna, és 50 szóban szeretném nektek ilyen teljesen felsorolás szinten elmondani azt az 50 szót, gondolatot, kifejezést, amit számomra ez a világ megtestesít. Kutyatartás, állattartás nem feltétlenül egyébként csak kutyásokhoz szólna ez a kis összeállítás, és akkor kezdjük is. Boldogság, áldozatvállalás, tudatosság, kölcsönösség, szeretet, életvitel, jövőkép, tisztelet, egyediség, szótlanság, bölcsesség, előreláthatóság, felelősségtudat, érzelemgazdagság, érzékenység, magabiztosság, bizalom, aktivitás, merészség, szabadságvágy, egészségtudatosság, szolgálatkészség, természetszeretet, elengedés, hosszú távú gondolkodás, önzetlenség és önelfogadás, odaadás, barátság, szótlan kommunikáció, rendszer szeretet, magányosság, igényesség, különleges lelki állapot, feszültség és agressziómentesség, felkészültség, biztonságtudat, maximalizmus, tisztánlátás, nyugodt, stabil személyiség, önmagunk tanulása, harmónia, tájékozottság, kötelezettség, tévhitektől való mentesség, feltétlen állatszeretet, kapcsolat, képzelőerő, és amit, hogyha jól számoltam, hát majd vágáskor kiderül, akkor az utolsó, az 50. az a választás szó lenne. Ezen azt értem, hogy ismerjük fel önmagunkban, hogy nem feltétlenül való mindenkinek kutya, illetve beszéltek itt bármiféle állatról, azért, csak azért, hogy elmondhassa, hogy ezt is megtapasztalta, ez is megvolt neki. És az is egy nagyon pozitív út lehet, hogyha valaki felismeri, hogy nem való neki. Igen. Hát ez egy picit ilyen negatív hangulatú befejezés, de egyébként nem annak szántam. És hát ez elég random volt, és picit féltem, hogy jutnak eszembe a gondolatok, de hát
talán nekem igen ezek a legfontosabb dolgok, amik ezzel kapcsolatosak. Ez a videó ennyi lett volna. Hogyha tetszett nektek, akkor lájkoljátok, és vagy iratkozzatok fel a csatornára, és a feliratkozás gomb mellett, hogyha megnyomjátok a kis csengettyűt, akkor kaptok értesítést a következő videóról is. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!